Üdv mindenkinek! A korábbi véleményezéseimet lényegre törően összefoglalva elmondom még egyszer, hogy mi az, ami nem tetszik a Sonic Boom-ban. Véleményem szerint ezt a sorozatot olyan rajongóknak készítették, akiknek mindegy, hogy mit kapnak készhez egészen addig, amíg Sonic is benne van, ugyanakkor, ha valaki azzal védekezik, hogy ezt gyerekeknek szánták, ez marhasság. Ebben a tekintetben automatikusan marhasságnak minősül ez az állítás, mivel tapasztalatból tudom, hogy egyetlen gyerek sem szereti azt, hogyha őt semmibe veszik vagy hülyére. A most következő montázs egy olyan sorozatból mutat jeleneteket, amely 2003-ban készült, ergo az elfogult nosztalgiázás ki van lőve, nem mondhatja senki azt, hogy Spyro Guy elfogult vagy, mert a régit szereted és nem adsz esélyt az újnak, ez a sorozat 2013-ban készült, célkorosztályként pedig a 8-10 éves gyerekek vannak megjelölve. Először kommentár nélkül mutatom meg nektek az intrót, majd ezt követően kifejtem a témával kapcsolatos gondolataimat. Íme az intró! Jeder Mensch in der Welt von Treu verfügt über eine ganz besondere Zauberkraft. Aber es gibt ein Medaillon, das all diese Kräfte vereint und auf seinen Besitzer überträgt. Und der ist Lanfäust. Macht euch bereit, denn gleich wird die Welt, wie ihr sie kennt, auf den Kopf gestellt. Tudjátok, egy igazán jó sorozat számára nem jelent korlátot az, hogy milyen zsánerben és hogy milyen korosztály számára készül, bár ettől függetlenül az is kétségtelen, hogy a Lanfäust Quest által nyújtott felhozatal igencsak látványos, de mégsem ettől lesz jó a sorozat. Egy sorozat attól válik igazán szórakoztatóvá, hogy a nézőt ténylegesen érdekli az, ami a képernyőn történik. Érdeklik a karakterek, azok helyzete vagy sorsa, a köztük lezajló kémia, legyen az bármilyen természetű is. Összességében ezt úgy lehet lényegre törően leírni, hogy ez a sorozat nem nézi egy agyhalott üres uborkás üvegnek a nézőit, aminek mindegy, hogy mit öntenek bele, hanem igenis céljának tartja azt, hogy szórakoztassa a nézőit. Ennek a sorozatnak az epizódjait én a TV 5 Monde hétvégi matinéjában szoktam alkalmanként megnézni franciául, és így is remekül szórakozom rajta. Kezdjük ott, hogy az epizódok kellően hosszúak ahhoz, hogy annak keretein belül jól el lehessen mesélni egy történetet, ami nem mellékesen az egész sorozatot átíveli, ami viszont korán sem olyan hangvételű, hogy azt mindenképpen a leges-legelső résztől kelljen nyomon követni, mindössze egy az intro keretében is rendszeresen elmesélt kb. 3 mondatos alapfelállásról van szó, ami viszont az intro kinézete mellett bőségesen elég is ahhoz, hogy a néző érdeklődését felkeltse. Láttátok, hogyan néz ki az intro, nem? Ilyenkor a nézők háromnegyede azt mondja, hogy hú, hát ez baromi érdekesnek látszik, és utána már el sem kapcsolja többet a csatornát, a következő napon pedig már egyenesen keresi ezt a műsort. Megnyugodhattok, velem is pontosan ez történt. Láthatjátok, hogy ez nem egy véresen komoly, baromi dráma, ilyen epikus fantasy sorozat, hanem csupán egy fantasynak fantasy sorozat, ami ellenben pontosan tudja azt, hogy mikor, mihez kell nyúlnia ahhoz, hogy érdekes maradjon. Mindig van valami, amin jót lehet mulatni, legyenek azok jól időzített rajzfilmes gegek, alkalmankénti történetmesélés, orisái csaták, városméretű szörnyekkel, misztikus lényekkel, vagy éppen hatalomra éhes kalózokkal, azok gigantikus repülő sárkányizére épített főhadiszállásán, vagy csak szimplán jól felépített karakterek, melyeknek egyetlen arcrezdülésén nagyobbat derülök, mint az összes eddig megnézett Boom epizódon együttvéve. A sorozatot jelenleg még csak néhány európai országban vetítik, még angol verziója sincsen, viszont elvileg a Disney Channel már megvette a sugárzási jogokat, vagy mi a szözt, és nemrég elkezdték már adni a német és a lengyel Disney csatornákon is. Per pillanat itt Magyarországon két lehetőségetek van megnézni az epizódokat. Egy, vagy a TV 5 Monde reggeli matinéjában per pillanat szombaton és vasárnap délelőtt 10 óra 10 perckor, vagy a Canal J oldalán, ami szintén egy francia csatorna, ott adják a Sonic Boom-ot is Franciaországban, ahová fel van töltve néhány epizód, ehhez majd linket a leírásban megjegyezem. Azoknak pedig, akiknek ezzel a szösszeneknyi monológgal sikerült felkeltenem az érdeklődését, akár csak egy kicsit is, zárásképpen még annyit, hogy
Mit ácsorogsz itt még, te vészva gyerek, spurizál megnézni a Lenfőzt questet? Nuxeneggel kijelentkezik. Na császtok!